Sziasztok, kedves nézőim! Itt a vadonatúj csomagom, amit már én nagyon vártam, már július 1 óta. Ez a csomag valamilyen szinten meghatározta az életem. Én azt a krú vagyok! Ez Amcsiból jött ez a csomi. Ez a csomag. Úgyhogy ezért tartott ennyi ideig. Kettő dolgot tudok, hogy mi van benne, és elvileg még van benne egy meglepetés. Én nem mondtam, hogy elmondom. Csak féltem, hogy elmondod, nem akartam, hogy elmond. Te nem tudod? Azért elrontottad volna a hármat. Milyen hármat? Úgy egy K2 kutya van benne. Egy K2-es kutya. Tudjátok, azok az izék, német juhászok, akik kell drogot izélnek, szagoltatnak, meg ilyenek. Benne van, mondom, felmondom. De most ezt spoilerezel. Mi az van benne? Igen. Az igen. Jaj, úgyis tudod, hogy van összefüggés, amit mondasz. Tudom, ilyen. Hogy van, de most úgy tudják, hogy mi az hirtelen szerintem. Egyelőre. Még akkor sem fogják, mikor megmutatom. Ez miért? Arra is a csomagolás. Igen. Cápa az anyja. Cápa. Direktik. Milyen cápa? Hát van ott egy cápa is többször, ugye? Loopolt cápa. Meg több. Meg a tengeri csillag. Hozzá van nekem egy rendes. Patrik! Miért ez nem rendes? Nem, bazd meg! Nem mondtam ilyet! De ezt akarta. És félek késtől. Hát igen, félek, hogyha felém rohad. Én tanultam ezt a dobási módszert, nem bántanálak soha. Értem. Szeretlek. Értem, még mindig. Nem, már nem. Most múlt el. Ja. Így van. Félig már ki van bontva a gyerekek. És ha vannak is felnőttek is? Ha felnőttek, most mondjam. Most. Így van. De még ez a 20 éveseket is gyerekek van. Nagy felnőttek. Kis ja. Felnőttek. Ki van nyitva a bontó? Van egy gokár. Ki van nyitva a bontó? Ha. Na. Először is van valami fekete cucc. Salétromsav? Salétromsav. Mi van? Ne! Ahová megyünk, nincsen szükség utakra. Kiakadtam! Kiakadtam a vacsorára. Utak! Ez volt a legnehezebb dolog. Na. Aha! Ezt mondom később. De előbb ezt. Ah, lesz pattogtat rizsám! Jó. Ne tép szét annyira, hát mit csinálsz? Ez a pattogatott rizsám. Dobd ide inkább, pattogatott részét. Hagyj bontsam már. Nem! Nem jó. Egyébként látjátok valami üveg. Még jó. És ki minden ízé van benne? Nincs lassítás. Minden ízű drazsé. Minden ízű drazsé. Gekkian. Japánul vannak ráírva a dolgok. Ja. Én már tudom, mi lesz. Az igen. Ezt nem is gondoltam volna, ez ilyen színű. Mi zöld? Igen. Takonyi. Bakonyi, takonyi. Te a pattogtat a rizses? Jó, de jó. Geben nyúl. Ja, érte. Nem akartam véletlen se kilöbbigyinteni. Zoom majd egy kicsit is fókuszolni. De pattog... Zoom majd egy kicsit is fókuszolni. Hol van? Emeld meg a magad. És még ez is az acskó van. Ez a csipacsi. Szóval? Emeld lejjebb. Lejjebb. Tedd lejjebb. Na. Így. Minden ízű szaké. Zöld színű. Egyébként igen. Ez... Ne csak az üveg ez zöld amúgy, nem? Nem. Ez boros hordó van. Super Japanese sake. 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 Alkoholik 16%-tól 17%-ig. Mi változik, hogy? Igen. Ez igen? Valami hőmérséklet. Lehet, úgy gondoltam rá, igen. Gekkei Sake Company Ltd. Fujimitsu Tokyoja. Nem. Kyotóból jött. Kyotóból jött. Na! Kopi! Kopi! Na, szóval ez egy sake. Ezt kaptam hozzá egy levelet. Amiben bele van írva, hogy hogy kell megcsinálni. Majd megcsináljuk. Juk. De! Várjál. Motto Tobit adta. Nem jó kókuszod. Van levél is? Van, de azt megkérte, hogy ezt nem mondjam el videóba. Most nem olvasom föl személyes. Na, még közelítést kérek. Ó, de tetű vagy te. Várj, majd szólsz, mikor fordítsd meg. Emed lejjbe picit inkább. Most fordítsd meg. Ebből lehet-e valami sejteni? Gaust Augustin.
Na. Ez. Kérlek szépen. Ebbe is van tapogató? Ez az! Köszönöm szépen. Addig robbantgatok, ha nem baj. Nem baj. Rá van még közelítve? Így van. Ez hogy örül neki amúgy? Te is mondod. Itt van az. Ah, de epiken. És már felindulom. Meg is robbanom, annyi szellem van. Ja, ezt folyasztom. De még elem is van benne. Ez remeg a kezem. Ez remeg az izgalomtól a srác. Most megnéd a kamerát? Gigi! Gági. De így most nem látszik semmi, ami baszakott. Ja, bocsánat. Na, ez egy K2 méter. Lejjebb. Egy K2-es kutya. Úgy. Ne remegjen a kezem. Szóval ezt ki be lehet kapcsolni. Ez, kérlek szépen, ez a EMF-et méri. Tehát az elektromágneses field. Electromagnetic field. Ja, mező. Field. Ja igen, elektromágneses. mi az? Szóval, ez az első kelléke a websorozatunknak. Ami a tolvaj kergetésről szól. Mármint ghost kergetés. Ez ghost kergetés lesz, de amúgy már megvan a neve. Pok, az lesz a pok. Ezékje pok. Na, szóval ezt már nagyon vártam. Az első kelék, ezzel lehet mérni, kérlek szépen. Igen, az elektromágneses mezőket, tehát szellemi aktivitásokat is lehet mérni. Energiákat még körülöttünk vannak. Igen, igen. A hőt azt nem érzékeli, hanem csak a... Az majd a hőkameránk. Az majd, ha lesz egyszer. Illetve a másik kütyünk. Egy másik is van? Igen, egy kis zseblámpa. Ez is szintén egy szellemi cucc. Szellemi cucc. Annyi a lényeg, hogy szintem is benne elem. Ez egy toll. Ilyesmi. Nem, ebbe kell majd egyszerűzelem. Mindenki lopom a légkondinak a izélem. Van egy forró drót számunk, a 0-9. 385, 62, 480. De a 90-es számok azok 6 számjegyesek utána. Ha! Igen? Én úgy tudom, de lehet, hogy hülye vagyok. Nem tud látszani magam. Mi ordiválok néha? Még pont ezt szokta hangosan beszélni. Az mi? Menj már! Te doktor! Ez csak ilyen szórakozva, hanem azt hittem más amúgy. Ez a doktá! Az kibassz a szemem! Mutasd, jelent meg itt a fejedre! Az igen, gorrog! Ott olyan reptile fejed van. Reptile! Mint a Mortal Kombat. Ez jó, mert így be lehet rakni. Nem, ez amúgy... Be lehet rakni, tudjátok. Te fogalmazod egy hülyén! Hát igen... Fel lehet csiptetni, viszont be lehet rakni! Most berak, hova rakod be? Az oda csípteted, nem? Jó van már. Bolom. Az ikám. Szedd össze a magod inkább. Hagyjad ide inkább. Né, baszakodni akarsz a szememmel. Én hangja, mint a dőt a gyógynak. Nem, amúgy ezen át kell... Charis! Hallod-e? Ezen át kell világítani, és akkor dupla zöld. Hadd ide! Gebenyúl. Úgyhogy ennyi. Várjál, mi lesz ebből? Nincs lassítás. Nincs a perc. De amúgy az előbb felvillant, amúgy nem akarok így ízélni. Pisa-pisa-fos. Nem akarok így ízélni. Hogy folyik az ember! Nem ketti has... Még az a jó, a zöld. Addig nincs semmi baj, de majd ha bemegyünk egy kastélyba. De most ha ezt tegyük fel, lerakom így. Gyere ide! De nem látszik amúgy. Nem? Hova rakjam? Buzikám? Szedd a fejedre. Szedd össze magodat. Ez nem jó, stabil. 1,5 és 20 plusz mágneses izé. Na szóval, ugye láthatjuk, hogy nincsen semmi előtte, meg semmi utána. Most várj, történjen valami jó. Nem, amúgy. Oda is baszni. Szóval, ezt általában kommunikálásra használják. Szóval, hogyha feltesznek kérdéseket, akkor a ledeknek a segítségével tud úgymond kommunikálni, igen, nemre. Ugye, itt a zöld, van sárga, narancsárga és piros, tehát ez a erősséget jelzi. Nincs benne a fejlő, mert csak azt nem hiszem. Baj. Ja, jó van, csak szóltam, gondolom. Szóval, hogyha teszek fel egy kérdést, akkor így fog billengetni. Mi rám nézel? Hát én nem tudnám, érted? Na szóval ez leginkább kommunikálásra való, illetve azt megnézzük, hogy mennyire van hatása az emberre a elektromágneses mező.
Tehát például a pincékben ezzel nagyon jó... Rossz a drótozás, meg minden, akkor ott keletkezik a mágneses tér. Igen, és ez fejfájás, meg ilyesmiket tud okozni. Meg halucinációt, bőrirritációt, igen. Szóval ezzel nagyon jó meg lehet mérni, mert lehet, hogy sok paranoia, meg ilyesmi, ami a pincé lefele jövet van, az lehet, hogy azért van, mert nagyon mágneses mező, és nem azért, mert mondjuk szellem vagy aktivitás van. Szóval ezért kell. De például azért raktam ide egyébként, szóval hogyha én most elkezdenék kommunikálni és random felvilágítana, és konkrétan azért jó, mert nagyon le lehet szűrni, hogy valóban... Hát itt, igen, mert hogyha nem van, mozog semmi körülötted, meg ott vagy, hát nem ugye most zöld teljesen, de hogyha mondjuk teszek fel egy kérdést, vagy mit tudom én, vidd el a narancssárgáig, hogyha itt vagy... Szellemi aktivitás! Mondjuk ki, köszönjünk el jó. Szépen, aztán mutatok valamit. Na, szóval... Ez egy ilyen gyors kicsomagolós volt, majd várjátok az további infókat ezzel kapcsolatban, majd úgyis nyomjuk, úgyhogy... Nyomjuk majd az infókat az arcotokba! Addig is sziasztok! Sziasztok, aztán legyetek fiatalok!